Jó napot kívánok, szervusztok! Radóczky Dukai Virág vagyok, a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium magyar tanára. A mai óra a középiskola második osztályosainak szól. Petőfi Sándor költészetének tanulmányozását folytatjuk. Az elmúlt órán az arszpoétikákkal foglalkoztunk, ma pedig Petőfi Sándor népies költészetét vesszük górcső alá. Petőfi indulása a népies költészet jegyében történik. Az első költői korszakának szokás nevezni ezt a népies költészetet, 1842 és 44 között, tehát az első költői korszakára esik a népies költészettel való foglalkozás. Ezzel új irodalmi ízlést honosít meg irodalmunkban, ugyanis elveti az úgynevezett stílromantikát, a stílussal nem akar önálló esztétikai hatást elérni. És a legfőbb esztétikai elve az egyszerűség lesz. Közvetlenséget, természetes könnyedséget, köznapiságot, egyszerű szerkezeti felépítést, magyaros ütemhangsúlyos verselést jelent ez, tehát ezeket tekintette elérendő célnak a korban divatos retorikussággal és szerkezeti bonyolultsággal ellentétben. És hát a mintája ehhez a népköltészet lesz. Tehát a népköltészettől nyer tárgyi és formai ihletet. Ti már megismerkedtetek a népköltészet jellemzőivel első osztályban, tehát nagyjából föl lehet idézni, hogy milyen jellemzői is vannak a népköltészetnek, hogy milyen motívumokkal foglalkoztatok ott. Ezeket Petőfi alkalmazni fogja, azonban az ő műveiben, ahogyan megjelennek ezek a motívumok, azok már más jelentésekkel is telítődnek, mint ahogyan azt a népköltészetben megszokhattuk. Tehát az a bravúros egyszerűség, amelyet ő itt megvalósít, az azért tudatos művészi munka eredménye. Virtuózabb megformáltság jellemzi az úgynevezett népies műdalait. Tehát azért föl lehet ismerni, hogy ez nem egy valódi népdal, hanem egy népies műdal. A népköltészet iránti érdeklődés Petőfi egész pályáját végigkíséri, politikai elképzeléseivel is összekapcsolódik. Az egyik Arany Jánoshoz írott levelében a következőket olvashatjuk. A népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá. Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék, és ez a század feladata. Illetve ide másoltam még nektek Horváth János Petőfi kutatónak a szavait is, és ebből csak azt emelném ki, hogy az egyszerű embereket befogadóként, olvasóként elfogadó új művészi attitűdöt jelent Petőfi költészetében a népiesség. És ez egy nagyon nagy újdonság az irodalomban, hogy az egyszerű embereket olvasóként, befogadóként tartja számon. Persze ehhez azért hozzá kell fűznöm Margócsi István irodalomtörténész gondolatait is, aki pedig kifejti egy helyen, hogy Petőfinek az elsődleges közönsége azért mégiscsak a pesti polgárság volt. Vagyis amikor Petőfinek ezek a népies dalai kezdtek elterjedni a köztudatban, és énekelték is őket, akkor először a pesti polgárság az, aki ezeket megismeri és énekli. Majd erről még beszélünk. Minden esetre ő emeli irodalmi rangra a népdalt. A magyar lirikusok pedig évtizedekig az ő dalait utánozzák majd. Nehezen is tud a magyar irodalom kibontakozni a Petőfi által kijelölt útból. Nos, megkülönböztethetünk itt a népies költészeten belül népies helyzetdalokat és úgynevezett életképeket vagy zsánerképeket. Nézzük tehát először, hogy mi a népies helyzetdal.
A költő beleéli magát egy-egy jellegzetes népi alak, például egy szerelmes juhász, egy bánatos parasztlegény, vagy egy vidám Borissa helyzetébe, és egyes szám első szemében magát az alakot szólaltatja meg. Mindennél fontosabb itt kiemelnünk, hogy a költő az nem egyenlő itt a versbeszélőjével. Ezt különben is szeretjük mi magyar tanárok hangsúlyozni, de itt ez mindennél fontosabb. Egyébként Petőfi költészetében elég problematikus bizonyos helyeken szétválasztani a versbeszélőjét és a költőt. Itt azonban egyértelműen el kell határolnunk egymástól a kettőt. Ide írtam néhány példát. Befordultam a konyhára, talán az egyik legismertebb népies helyzetdala, vagy a szerelem, a Hortobágyi kocsmárosné, amit majd el is olvasunk. És akkor az előbb már utaltam rá, hogy több népies műdala folklorizálódott, vagyis ez azt jelenti, hogy a nép ajkán életre kelt, és változatai születtek, akár csak egy népdalnak. Ilyen például a Befordultam a konyhára, hogyha ezt beütöd a keresőbe az interneten, akkor több megzenésített változatát is megtalálod, illetve több előadásban megtalálod a versnek a megzenésített változatát. Vajdasági lakodalmas zenekarok is előszeretettel muzsikálják ezt, és én ezt meg szoktam mutatni a tanulóimnak, most nem játszom le időhiányában, de fölismerik. Minden osztályban van, aki felismeri, hogy ez bizony el szokott hangozni a mi lakodalmainkban, még mindig. Jó, és amit még fontos itt megemlíteni, az az, hogy a népies műdalainak a szókincse közel állhatott a korabeli beszélt köznyelvhez. Ezért is válhattak olyan népszerűvé ezek a népies műdalok. Az első vers, amivel foglalkozunk, az a Hortobágyi kocsmárosné kezdetű vers. Na, olvassuk most akkor ezt el. Hortobágyi kocsmárosné, angyalom, tegyen ide egy üveg bort, hadd iszom. Debrecentől Nagy Hortobágy messze van, Debrecentől Hortobágyig szomjaztam. Szilajnótát fütyörésznek a szelek, lelkem, testem majd megveszi a hideg. Tekintsen rám, kocsmárosné, violám, fölmelegszem kökény szeme sugarán. Kocsmárosné, hely, hol termett a bora, savanyú, mint az éretlen vadalma. Csókolja meg az ajkamat szaporán, édes a csók, megédesült tőle szám. Szép menyecske, savanyú bor, édes csók. Az én lábam ides tova tántorog. Öleljen meg, kocsmárosné édesem, ne várja, míg itt hosszában elesem. Ej, galambom, milyen puha a keble, hadd nyugodjam csak egy kicsit fölötte. Úgy is kemény ágyam lesz az éjszaka. Messze lakom, nem érek még ma haza. Na, nézzük meg akkor a vershelyzetet. Azt mondtuk, hogy ezek a népies helyzetdalok, ezek úgy működnek, hogy egy jellegzetes népi alak szerepéből szólal meg a versbeszélője egyes szám első szemében. Nos, most itt kinek a szerepéből szólal meg a beszélő? Hát egy Borissa szerepéből, tehát egy utazó betér egy kis borozgatásra a Hortobágyi kocsmába, és akkor ott az iszogatás közben udvarolni kezd a kocsmárosnénak. A tréfás hangnem az, gondolom, rögtön kitűnt a versből. A humor forrása az az, hogy a beszélő megjátsza magát, hogy még közelebb kerülhessen a kocsmárosnéhoz. Na, nézzük meg akkor egy kicsit közelebbről a népiesség jegyeit ebben a versben. A ritmus az ütemhangsúlyos verselésű, mint ahogyan az a népdalokban is van. Ez egy három ütemű 11-es, tehát úgy néz ki, hogy három ütemre oszlik egy sor, az ütemeket pedig a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagok váltakozása adja, tehát három hangsúlyos szótag van a versben. És amikor felolvastam a verset, meg amikor ti magatok is elolvassátok, egy hajlamosak is vagyunk arra, hogy elragadjon bennünket a ritmus. Tehát azt mondjuk, Hortobágyi kocsmárosné, angyalom. És csak, megpróbálhatod te magad is.
Hortobágyi, kocsmárosni, angyalom. Tegyen ide egy üveg bort, hadd iszom. Tehát annyira adja magát ez a három ütem, hogy amikor például ilyen ütemhangsúlyos verselésű Petőfi verset mondanak általános iskolás gyerekek, akkor gyakran felfigyelhetünk arra, hogy elragadja őket a ritmus. Tehát nem az értelem szerint tagolják a verset, hanem az ütemhangsúlyos verselés alapján. Nem véletlen ez, mert a népdaloknak is ilyen a ritmusuk. Jó, és akkor felfigyelhetünk a népies megszólításokra, kifejezésekre, az indulatszavakra, ilyenekre, hogy angyalom, violám, galambom, illetve hely, ej, ezek ugye az indulatszavak. Ismétlésekre és ellentétekre is találunk itt példát, ugyanis a versszakok két-két sora képez ellentétet egymással. A rideg külső viszonyok kerülnek szembe a kocsmárosné meleg, puha alakjával. Nézzük csak meg, hogy ez hogyan valósul meg. Nézzük csak meg az egymással ellentétbe kerülő két-két sort. Például itt a második versszakban azt mondja, szilajnótát fütyörésznek a szelek, lelkem testem majd megveszi a hideg. Ugye itt a hideg jelenik meg, mint külső viszony és külső körülmény, és utána pedig jön a kocsmárosné a maga meleg alakjával. Tekintsen rám, kocsmárosné violám, fölmelegszem kökény szeme sugarán. Tehát a hideg és a meleg kerül itt egymással ellentétbe. A hideg szelek, mint környezeti körülmény, és ugye a kocsmárosné, mint a melegségnek a hozója és hordozója. És a többi versszakban is meg lehet ezt így vizsgálni, tehát két-két sor kerül egymással ellentétbe. Jó. A következő vers, ez a Befordultam a konyhára kezdetű mű, amelyet már emlegettem is itt nektek, most nem állom meg, hogy fel ne olvassam. Tehát, befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipára, azaz rágyújtottam volna, hogyha már nem égett volna. A pipám javában égett, nem is mentem én a véget. Azért, mert mentem, mert megláttam, hogy odabenn szép leány van. Tüzet rakott, eszem adta, lobogott is, amint rakta. Jaj, de hát még szeme párja, annak voltám nagy a lángja. Én beléptem, ő rám nézett, alig ha meg nem igézett. Égő pipám kialudott, alvó szíven meggyulladott. Itt láthatjátok Munkácsi Mihály azonos című festményét. Azért tartottam fontosnak, hogy ide rakjam, mert maga a vers is és a kép is egy letűnt kort elevenít meg, és azért is fontos nekünk Petőfi költészet, hogy bele tudjunk kukkantani ennek a letűnt világnak a képeibe. Jó. Na, határozzuk meg itt is a vershelyzetet. Mi is itt a vershelyzet? Miért lép be ez a legény a konyhába? Hát azért, mert úgy tesz, mintha elaludt volna a pipája, de igazából az történik, hogy meglátott egy szép lányt, és ürügyet keres arra, hogy beléphessen. És a vers az erre épül fel, az állandó visszavonás, helyesbítés nyelvi játékára. És a beszélő folyamatosan módosítja, pontosítja, vagy épp semmissé teszi az előző állításait. Segítik ebben a különböző utalószók, kötőszók, meg tagadószók, ilyenek, hogy azaz, hogyha már, nem, azért, aligha. Nézzük csak meg. Azt mondja, nézd csak meg ezeket ezt a naív lépegető ismétlésre épülő versszakot. Azt mondja, befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipára. Az ott a mondat állítmánya, hogy rágyújtottam, és a következő sornak ez lesz az állítmánya, azaz rágyújtottam volna, vissza is vonja ezt az állítmányt, hogyha már nem égett volna. Majd megragadja ezt az égett állítmányt, és azt vonja majd vissza. A pipám javában égett, nem is mentem én a véget. Azért mentem, mert megláttam, hogy oda bent szép leány van. Látjuk, hogy mindig megismétli az előző mondatnak az állítmányát.
Tehát ez a naív lépegető ismétlésre építő előadásmód. Azonban azt is látnunk kell, hogy mennyiben különbözik ez a vers egy igazi népköltészeti alkotástól, és hogy mennyire megszerkesztett ez a mű. A kulcsmotívuma az a tűz, amely először konkrét jelentésében van jelen a versben, tehát hogy ugye a pipából hiányzik a tűz, majd ahogyan haladunk előre, ez metaforikus jelentéssel bővül. Ez bizony tudatos műgondra val, hiszen a tűz az már egy toposz, a szerelem tűze metafora az nem ismeretlen számunkra az irodalomból. Tehát itt is látszik, hogy mennyire pontos műgonddal építi fel Petőfi a verseit, azzal ellentétben, amit a Természet vadvirága című versében nekünk állít, és amiről az elmúlt órán volt szó. Az életképpel vagy zsánerképpel is megismerkedünk. Az életkép az a mindennapi élet valamely tipikus jellemző helyzetét, eseményét vagy alakját jeleníti meg, az egyénítést mellőzve csupán egy-két fővonással. Ez a bizonyos zsáner vagy életkép a képzőművészetből került az irodalomba. A romantikára egyébként is jellemző, hogy a művészeti ágak szorosan összekapcsolódnak egymással. Tehát a zsáner az megjelenik a festészetben is. Itt Hollósi Simonnak a Jóbor című képét láthatjátok. Na nézzünk egy ilyen életképet vagy zsánerképet. Megy a juhász szamáron. Megy a juhász szamáron, földig ér a lába. Nagy a legény, de nagyobb boldogtalansága. Gyepes hanton furujált legelészet nyája, egyszer csak azt hallja, hogy haldoklik babája. Fölpattan a szamárra, hazafelé vágtat, de már későn érkezett, csak holttestet láthat. Elkeseredésében mit telhetett tőle? Nagyot ütött botjával a szamár fejére. Nézzük csak, hogy ki itt ez a jellegzetes népi alak. Hát persze, hogy ez a búsuló juhász, akivel itt találkozunk, és az első verszakban jelzi is a beszélő a figura lelki állapotát. És csak később tudjuk meg, hogy miért is boldogtalan a juhász. Tehát a kronológiai sorrend az nem egyezik meg a verszakok sorrendjével, mert nézd csak meg, az első verszakban vagyunk tanúi a jelennek, annak, hogy megy a juhász szamáron, és hogy boldogtalan. Majd a következő verszakok, a második, harmadik, negyedik verszak, azok a múltat taglalják, tehát innen tudjuk meg, hogy miért is boldogtalan a juhász. Hát ez is egy olyan jellegzetesség, amely a népdalokban nincs jelen, ez csak tudatos költői szerkesztés, tudatos műgond eredménye lehet. A népdalok azok időtlenek. Tehát lelki vihart ábrázol, kitörő érzelmeket ábrázol ez a vers. Itt meg szoktuk beszélni az iskolában órán, hogy szánjátok-e, sajnáljátok-e a juhászt. És lenne rá ok, hogy sajnáljuk, mert hogy itt azt tudjuk meg, hogy meghal a babája. Tehát tulajdonképpen egy tragédiának vagyunk itt tanúi, mégsem tudunk meghatódni. Miért nem? Hát azért nem. Egyrészt azért nem, mert a juhász megüti a szamarat tehetetlenségében, a feszültség levezetése kép. Ez nem egy szokványos dolog, tehát ha meg akarunk hatódni, akkor ez nem kerülhetett volna bele a versbe. Viszont itt vannak a komikum eszközei, amelyek ugye feloldják ezt a tragikumot, tehát nem csak ez a dolog, hogy a juhász ráüt a botjával a szamár fejére, hanem úgy kezdi, hogy földig ér ennek a szerencsétlen juhásznak a lába, és szamáron közlekedik, nem lovon. Hát ez is egy nevetséges jelenség, neki csak szamár jutott. És a groteszket is be kell itt vezetnünk, mint esztétikai minőséget. A legény boldogtalanságát a beszélőnek a hosszával méri. A beszélő a hosszával méri. Tehát nagy a legény, de nagyobb boldogtalansága.
és haragjában ugye a legény rájut a szamára, amit már említettem is. És pont ez a célja Petőfinek. Nem tudunk meghatódni, itt egy jellegzetes alakot, egy jellegzetes élethelyzetet mutat be. Most ide raktam nektek egy átírását, egy parafrázisát ennek a versnek. Lackfi János megy Béla bátrabanton. Ez a versnek a címe. Ez is egy életkép tehát, de mint látjátok, 2004-ben született, és hát a szamár helyett itt már a Trabant van jelen. Most ezt a verset már nem lesz időm felolvasni, de arra kérlek benneteket, hogy akkor otthon ti ezt tegyétek meg, és próbáljátok meg összehasonlítani a két verset, mármint a Petőfi versét és Lackfi János megy Béla bátrabanton című átírását. Próbáljátok meg meghatározni a közös jegyeket. Köszönöm a figyelmeteket, a következő órán majd a családi lírával várlak titeket.